Sziasztok! A mai videóban a Frozen, vagyis a Jégvarázs 2 lesz a téma, ugyanis, mint már valószínűleg mindannyian tudjátok, ebben a rajzfilmben is feltűnik egy új ló szereplő. És persze a játékgyártók megragadták az alkalmat, hogy mindenféle jópofa lovas figurákat adjanak ki vele kapcsolatban, ebből néhányat meg tudunk nézni most egy kicsit közelebbről. Az első figura, amit megnézünk, rögtön egy kettes szett lesz. Hasbro által kiadott ilyen Barbie-ló méret, nem, ez egy kicsit kisebb, mint egy Barbie-ló, de ugye az Elsa figura mellette bizony Barbie méret. A doboz hátulja semmi extra, igazából egy képet látunk ugye a főhősökről, meg egy rövid leírás. Hát így néznek ők ki a csomagolás nélkül. Egy nagyon szép ilyen vizes háttér került mögéjük, az első közös jelenetükből ismerős lehet ugye a rajzfilmből. Az Elsa figurát nézzük meg elsőnek, hiszen ő is benne volt a szetben. Ez egy nagyon szép baba, igazából bevallom őszintén, hogy meg 1000 éve nem volt Barbie baba a kezemben, mármint így bontva, úgyhogy csak a régiekhez tudom hasonlítani. Minőségében szerintem gyönyörű, a festése egészen szép, teljesen olyan, mint a rajzfilmben. A haja csoda szép, ilyen kis csillogó szálakat fűztek bele, ugye a sima szőke haj közé. A ruhája is egy kicsit csillámos, a nadrágja ugye rá van festve a lábára, cipője nincsen, és a karja fölle és oldalra mozgatható, a feje is ugye forgatható, a lábai viszont térben is hajlíthatók. És akkor itt van a lovacskánk is. Ez a ló szerintem ahhoz képest, hogy Hasbro által kiadott figura, nagyon szép. Én nagyon-nagyon meglepődtem, amikor megláttam az első képeket róla. Szerintem gyönyörű a kidolgozása neki. Egy kicsit kisebb, mint egy átlag Barbie ló, viszont ez a póz, ez valami fantasztikusan szép. És ha megnézzük ugye a farkát és a sörényét, nagyon jól érzékelteti, hogy ő egy víz teremtmény. Az enyémben is sajnos van egy festéshiba. Szívem szakad megérte. A teste neki egy ilyen sötétebb, kékes, de nem áttetsző műanyagból készült, a farka és a sörénye viszont áttetsző műanyag, méghozzá csillámos, és érzése is egy kicsit más, ez egy kicsit olyan guminak tűnik, ez pedig ugye egy kemény, üreges műanyag. Megformálásában szerintem tökéletes, nem nagyon tudok rá rosszat mondani, hiszen ez a ló teljesen úgy néz ki, mint ahogy őt a rajzfilmben megalkották, és ez a póz, amit kapott, kifejezetten egyedivé teszi. Breyer lovakban van egy hasonló beállítású ló, de az a ló például nem áll meg talp nélkül, és ezt ügyesen oldotta meg a Hasbro, valószínűleg ez a ló sem állna meg, ha a farka nem támasztaná itt mellette a földön. A következő szett, amit megnézünk, egy kicsit kisebb, de ez is szintén Elsa és a Nock, csak hogy egy picit kisebben. A dobozról nem tudok többet mondani itt sem, csak egy kép van rajta Elsáról, ami szerintem nagyjából mindenhol látható, mert ezt a képet használják szinte mindenhol, és ugye egy rövidke leírás, ami teljesen ugyanaz egyébként, mint ami a nagy dobozon volt. Ez a doboz valamiért ilyen kis fogantyút, vagy ilyen kis akasztót is kapott, de mindjárt megnézzük, hogy milyen is belülről. Azt már látom, hogy takaríthatok utána, mert tele van kis konfettivel. Így van, és már szóródik is mindenhova a konfetti. Ez miért jó? Gyerekek, miért jó ez? Hát, hogy én már öreg vagyok ehhez. De ugye az én kicsi pónimba is, meg most elég sok mindenhol divat ez a konfetti dolog. Miért? Miért? Na jó, szóval így néznek ők ki. Mindjárt kiszedjük őket a csomagolásba, és megnézzük őket közelebbről. Ez az Elsa figura a méretén kívül annyiban más, úgyhogy olyan nem fésülhető, és igazából mindene műanyag, puha műanyag ráadásul, mert ugye hajlítható a keze is, az ujjai is, a ruhája is, meg igazából még a haja is, ilyen kis puha műanyag. Az arc kifejezése neki annyira nem tetszik, szerintem a nagy Barbie az egy kicsit szebb, meg neki nagyon furcsa, hogy előre beállítottak a kezei, miért. És ugye van hozzá ez a kis varázs, akármi, amit rá lehet rakni a kezére, és akkor ő varázsol nagyon jó. Nem vagyok megelégedve ezzel a figurával. A lovacska mellette is sok szempontból nagyon sántít. Hasbro-ról beszélünk, de hát akkor is, gyerekek. Ez után ez. Szép, nagyon szép egyébként. Ugyanazt az elvet követi a dizájn, mint a nagylónál. Ugye a libbenő sörény, meg a farok, vagy inkább locsanó, nem is tudom, hogy mondjam. Ez is egy kicsit olyan átlátszó műanyag, ebben már nincsenek csillámok. És neki a testén is kicsit próbálták érzékeltetni ezt a hullámos, vizes dolgot. Na de kérem, anatómia! Értem én, hogy vízló.
de akkor is, szóval ez így nem. Ez nem. Szép. Egyébként nagyon szép, de azért ez a láb, ez itt fáj. Ez itt sok szempontból nagyon fáj. Egyébként kiállítva teljesen oké. Már ha nem látszik a hátsó lába. Következő figuránk a Funko által kiadott Nock, ami ugye így az eredeti csomagolásában látható, van róla egy ilyen kis rajzolt verzió. Itt mutatja hát ugyan, hogy milyenek vannak még a szedben. És ugye bent van itt a dobozkában maga a figura, amit most ki is veszünk. Én személy szerint nagyon szeretem a Funko figurákat, és nagyon-nagyon izgatott voltam, amikor megtudtam, hogy lesz egy ilyen ló figura is. De meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy képről ő sokkal szebb, mint élőben. És sajnálom, Funko, de ez így van. Ezek az illesztések, könyörgöm. Ez Breyernél sem működik. Nem lehet szépen átlátszó műanyagból dolgozni egy ilyen összetett figuránál. A farka egyébként gyönyörű, hogy ilyen, ez is ilyen hullámszerűen jön előre, meg ugye a sörénye is, és ő ilyen ágaskodó pózban van, talpa is van, hogy szépen meg tudjon állni, de ez az átlátszó műanyag, ez nem. Még ha egy egyszínű kék lenne, mint ez a nagy, mint az, az úgy sokkal jobb lenne szerintem. Ez az átlátszó műanyag, ez fura. Egyébként a figura maga gyönyörű, csak az anyagválasztás nem volt tökéletes. És nem tudom, hogy Funko is rájött erre a hibára, vagy csak egyszerűen másképp akarták megalkotni a következő verziót. Ez egy Box Lunch exkluzív kiadás. Ezt ugye csak a Box Lunch nevű amerikai üzletben lehet kapni. És ez egy kicsit spoileres, mert ugye ez a film végén látható Nock variáció. Nagyon szép. Szóval ez már egy sokkal jobban megválasztott szín ehhez a figurához. Ez is nagyon összetett, de már sokkal kevés és feltűnő az illesztés, ugye a más szín miatt. Ez is szép kék, meg még csillámos is, meg még itt-ott fehér is, de legalább nem átlátszó. És nagyon szépek rajta ezek a jégvirág minták. Neki már itt sokkal kisebb a sörénye és a farka is, mert ugye már ő itt nem az a vízló, mint aki az elején volt. A kettőnek a póza egyébként teljesen ugyanolyan, a méretük is teljesen ugyanolyan, csak a színük és a sörényük és a farkuk különbözik. És akkor még egy dolog van, amit megnézünk ebben a videóban, mert hogy ma már jégvarázs, akkor ne maradjon ki egy zsákba macska bontás sem. Ezt a Claire's-ben találtam, és hát igazából ilyen kis hajbavalók, kulcstartók, meg karkötők, meg ilyesmik lehetnek benne, de lehet benne lovas kiegészítő is, úgyhogy meglátjuk, hogy volt a szerencsém hozzá, hogy kifogjam azt, amiben ez benne van. Az acskó igen könnyen nyílik. Na, lássuk, mi van benne. Van benne egy Olaf hajgumi, nagyon cuki. Van benne egy Anna Elsa kulcstartó, csillámos, nagyon cuki. Egy Anna Elsa karkötő, nagyon szép. Gyerekek, megvan a Nock, de jó! Ez egy pufi matrica, nagyon jó. Szerintem lárakom a laptopom tetejére. Szuper! Hát volt szerencsém hozzá, oké. Okay. Nem fogok panaszkodni. Lássuk, mi van még itt. Aha, ez egy hajgumi, ami műhaj kiegészítést is tartalmaz, hogyha szeretnéd, hogyha olyan hajtincsed lenne, mint Annának, akkor ezt a hajadba rakhatod. Azt mondjuk nem biztos, hogy én fogom használni. Ez pedig egy szemfedő, amivel lehet aludni. Ezt biztos nem fogom használni. De nagyon cuki. És ennyi! Hát ők lettek volna a mai videó főszereplői, ugye főként a vízilovat akartuk itt megnézni közelebbről, ugye főként a Hasbro és a Funko kiadásában. Nem tudom, hogy lehet-e majd kommentelni ezzel a videó alá, ha esetleg nem, akkor Facebookon vagy Twitteren megtaláljátok ugyanezt a videót, aláírjátok meg, hogy melyik figura tetszett nektek legjobban, illetve van-e nektek belőle, vagy van-e olyan, ami nekem nincs meg. Én köszönöm a figyelmet, sziasztok!